Krúdi Gyula, a komáromi fiú, a vénzászlótartó és a fia. Hűvös tavaszi este volt a komáromi várban esteli takarodót fújtak. A sáncokon messzire hangzott a trombita szó, majd a doppergett a várnak mind a négy sarkán. A takarodó azt jelenti, hogy annak elhangzása után becsukják a várkaput. Reggelig oda teremtett lélek be nem juthat, de ki sem mehet. Fegyveres katonák őrzik a kapukat, akik talán magát a várparancsnokot sem bocsátanák ki. Szigorú volt a kapuk őrzésére a parancsolat. Azért sietett mindenki már korán este a várba jutni, akinek ott dolga volt. Szekerek vágtattak az országúton, siető emberek jöttek mindenfelől. A várban biztonságban volt mindenki, oda kívül senki, mert ellenség vette körül a várat, és már hónapok óta ostromolta. Komáron vár a fittyet hányt az ostromnak, bevehetetlen volt a vár, dacolhatott az ellenséggel. Elesége volt bőven esztendőkre. Meg aztán kívülről mindig vittek be baromfit, lábas a környékbeliek. Hiába vigyázott az ellenség. A falusiak marhájukat észrevétlenül hajtották keresztül az ostromvonalon. Szólt a takarodó a sáncokon. Már nem igen ment be senki a kapukon. Messze közel nem látszott senki. De mégis jött valaki az országúton. Egy tizenöt éves fiú volt az. Portol szürke ruházata mutatta, hogy messzi útról jön. De ha még egyedül jött volna, targoncát tolt maga előtt, és a targoncán rongyos pokróccal letakarva feküdt valaki. Halott-e, vagy sebesült? Az bizony nem lehetett megmondani. A pokróc alatt csak egy pár ócska vén bakancs nézett a világba. Tolta a fiú a targoncát. Nagyon igyekezett, mert hallotta szólni a takarodót amikor az utolsó trombita szó is elhangzott a sáncról, éppen akkor ért targoncájával a kapuhoz. A kapuőrség tisztje megszólította a fiút. – Mit viszel te? – oda lépett a targoncához, és fölemelte a rongyos pokrócot. A targoncán egy fehér szakállú, öreg honvét feküdt. A tiszt meghökkent. Az öregnek le volt hújva a szeme, az arca olyan sápat volt, mintha minden élet kiment volna belőle. Ki ez, fiú? kérdezte a tiszt. Az apám, felelte a fiú. Hogy kerültök ide? Ki vagy te? Az én nevem ifjabb sóhajpál, az apám idősebb sóhajpál. Ő zászlótartó volt a harmadik zászlóajban. A zászlóaj dobosa én voltam. A zászlóaj tegnap előtt komárom felé masírozott. Útközben megtámadta az ellenség. Az ellenség nagy erővel volt, és a zászlóaj elvesztette a csatát. Az apám sebet kapott, és ott maradt az ütközet helyén. Mindenki elfutott, csak én maradtam ott. Nem hagyhattam el az apámat. Hát aztán, kérdezte a tiszt. Elbújtam egy bokor mögé, amíg az ellenség elvonult. Aztán egy szomszéd tanyáról szereztem egy targoncát, és idehoztam az apámat. Itt vannak orvosok. Talán nem hagyják meghalni szegényt. Jól tetted, fiú, mondta a tiszt. Hadd lássuk, mi baja az apádnak? Hely, öreg bajtárs, Éle még kelmed? A tiszt megrázta a zászlótartó vállát. Az öreg bágyattan felnyitotta a szemét. Élek még, hadd csak a lábam sajog nagyon. Majd meggyógyul, vigasztalta a hadnagy. Ha nem nagy baj van ám, a zászlót hűtlenül elhagytak Kent. Hová tette a rábízott zászlót? Megvan, hadnagy uram, felelt az öreg. Nem hiába vigyáztam én arra, mint a szemem fényére. Mikor megsebesültem, levettem a nyeléről a zászlót, és a derekamra csavartam. Itt van, hibátlanul. Kötelességét teljesítette, mondta a hadnagy. Nem felejtem megemlíteni a várparancsnok úrnak, hanem most kórházba kell mennie ennek. Mindjárt előszólított egy katonát, aki a kórházig igazította ifjabb sóhajpált az apjával. Az öreget ott lefektették, a fiának is adtak éjjeli szállást egy kaszárnyában. Más tapasztán magához rendelte a várparancsnok sóhajpalit. Klapka tábornok volt a várparancsnok. Szigorúságáról, igazságosságáról nevezetes katona. A tábornok végignézte a fiút. Hallottam rólad, mondta. Pali katonásan tisztelgett a tábornoknak. De rég fiú vagy, folytatta a tábornok. Nekem különösen tetszik az, hogy az ellenség ostromvonalán olyan ügyesen, észrevétlenül jöttél át a targoncával. Éjjel volt, tábornok úr. Sötét volt. Az örtüzek égtek a sötétben. Ott volt az ellenség. Elkerültem tehát az örtüzeket. A tábornok figyelmesen nézett a fiú nyílt bátor arcába. Pihent ki magad, öcsém, mert holnap újra útnak indulsz. És az apám? kérdezte ilyetten a fiú. Hátra arc, indulj! felelt a tábornok. Pali egész nap ott őgyelgett a kórház körül. Be eresztették, mert az apjának nyugalomra volt szüksége. Nézegette a vár lakosait, s különböző ruházutuk katonáit. A tüzérek nagy csizmáikban végig kopogtak a piacon, majd ágyukat vonszoltak a vár egyik részéből a másikba. Délben éles trombitaszó harsant föl. Az őrséget váltották a kapunál. Élénk mozgalmas élet volt a várban. A piacon nagy ernyők alatt a kofák árultak, nők, férfiak vidáman csevegve sétálgattak a házak előtt. Valahol vígan szólt a zene mintha ellenség nem is lett volna a világon. Senki nem törődött itt az ellenséggel. Mindenki bízott a vár bevehetetlen falaiban, a bátor és nagyszámú várőrségben. Amint ott nézelődött Pali, egyszer csak azt érezte, hogy valaki erősen figyeli. Önkéntelenül arra felé fordította a fejét. Egy szürke szakálú sovány, magas ember állott tőle tíz lépésnyire hajtó bőköpenyeg volt rajta, és a sapkáját mélyen a szemére húzta. Pali önkéntelenül összerázkódott, oly hideg, félelmetes volt a köpenyeges ember tekintete. Lassú lépésekkel közeledett Pali felé. – Te fiú! – mondta suttogó hangon. – Holnap egy levelet kapsz a tábornoktól, hogy azt vidd messzire. Te csak vedd át a levelet, de én majd megkíméllek a hosszú úttól elviszem én helyetted a levelet. Holnap a kapunál várlak. Szólt, sarkon fordult és eltűnt egy mellék utcában. Pali sokáig elgondolkozva nézett arra felé, amerre a köpenyeges eltűnt. Vajon mit akarhat vele ez az ember? Másnap aztán megtudta. A tábornok magához hivatta, és amikor a szobában volt, becsukta mögötte az ajtót. Megnyerted bizalmamat, öcsém. Fontos levelet kell a kormányzóhoz, Kossuth Lajoshoz küldenem. Nem merem senkire se bízni a levelet. Félek, hogy elárulnak, vagy elfogják útközben a levelet. De rád, rád merem bízni. Tegnap megtetszettél nekem. Itt van a levél. Csak Pestig kell vele menned, ott már várni fog a megbízott emberem, aki átveszi a levelet. A tábornok ezután részletesen megmagyarázta Palinak, hogy merre menjen, mit csináljon. Átadta neki a levelet. Kis, összegöngyölített levél volt, könnyen el lehetett rejteni. Vigyázz rá, mint az életedre, figyelmeztette a tábornok Palit. És most indulj! Pali ekkor engedelmet kért a tábornoktól, és elmondta találkozását a köpenyeges emberrel. A tábornok összeráncolt homlokkal hallgatta. Lassan, sötét, pirosra festette arcát a harag. Olyan csapott az asztalon álló csengetyűre, hogy csak úgy zengett. A szomszéd szobából ilyetten ugrott be egy tiszt. Kémek vannak a várban, kiáltotta a tábornok. Kémekkel vagyok körülvéve én is. Legtitkosabb terveimet megtudják előre. Pali még egyszer elmondta, hogy milyen volt a köpenyeges ember. Ez senki más nem lehet, mint biztrai, mormogta a tiszt. Csak biztrai olyan vakmerő, hogy itt sétáljon a piacon, amikor ki van adva ellen az elfogatási parancs. Hát miért nem fogták el? Pattogott klapka tábornok. A tiszt nyomban elsietett, a tábornok pedig figyelmeztette Palit. Attól az embertől óvakodjál, fiam, az ellenség kéme az az ember. Pali másnap hajnalban, amikor a kaput kinyitották, parasztruhába öltözve, Elhagyta a várat. Rejonárius! Szakadt az eső! Sóhajpali legyűrte a kalapja karimáját, kifordította a szűrét, és csendesen ballagott a szakadó esőben. A tábornok mielőtt elindult volna, alaposan megmagyarázta neki, hogy merre haladjon. Csak mindig a Duna mellett menjen, akkor nem tévesztheti el az utat. A hatalmas folyam ott hunypöjgött el a vár alatt. Mikor Pali elhagyta a várat, ugyanakkor ment ki a kapun egy cingár legényke is. Fogyatékos volt a legényke ruházata, foltos a ruhája. Az arcán sebb látszott, ami azt bizonyította, hogy a fiatalsága dacára már fölvette a szabadságharc vérkerességét. A szakadó eső ellen hatalmas ernyővel védekezett. Olyan nagy volt az esernyő, hogy még három olyan más legény is elfért volna alatta. Csak hamar utolérte Palit és megszólította. Hová olyan sietve, kisöcsém? kérdezte az esernyős. A dolgom után felelt Mogorván Pali. Majd ingerkedve folytatta Uram bátyám, úgy látszik, az esős időre való tekintettel otthon hagyta a szakállát.-Igaz, Bíza? nevetett az esernyős. Hát korban nem vagyok sokkal idősebb nálad, de annál öregebb vagyok tapasztalatokban. Tudd meg, hogy én légionárius vagyok. Olyan hegykén mondta ezt, hogy Pali meg nem állhatta, hogy meg ne kérdezze. Hát az meg mi lehet? Ennyi, hát még azt sem tudod. No, látom, hogy nagyon tapasztalatlan gyerek vagy. A légionárius a világ legbátrabb katonája. Diákokból, fiatal emberekből alakult egy csapat, úgy hívják a halálfejes légió. Mindenki halálfejet visel a sipkáján. Ez a halálfejes légió arról nevezetes, hogy dalolva megy a csatába, és dalol a legnagyobb golyózápor közepette is. A parancsnokunk költő, aki verseket csinál a legvéresebb csatákban is. Pali csóválta a fejét. Helyén lehet a szíve, mondta. Eltaláltad, fiú, kiáltotta a légionárius. Magam is alig várom, hogy újra láthassam. Elfogott az ellenség, de csak addig tartott fogva, amíg megtudta, hogy légionárius vagyok. Akkor elhatározták, hogy főbelőnek. Belátott, hogy ezt már nem várhattam meg. Megszöktem. Most addig megyek, amíg megtalálom a légiót. A légionárius vidáman mosolyogva beszélt. A nagy esernyőn volt egy lyuk, azon befolyt a víz, és a vízcseppek egyenesen a légionárius orrára csöppentek. Nem sokat törődött vele. Hát te hová még fiú? kérdezte. Pestre felelt röviden Palkó. Na, akkor együtt mehetünk. Ketten talán majd csak tudunk arra vigyázni, hogy útközben el ne fogjon az ellenség. Az én nevem Barabás Barna. Diák vagyok. Engem meg sóhajpalinak hívnak. Kezet fogtak. Gyere, Pali, az esernyőm alá, itt nem ázol, szólt a diák. Pali köszönte a szíves meghívást, az ő gúnyájának mindegy, ha meg is ázik, nem finom posztóból szabta szabója. A Dunaparton haladtak. A tavaszi esőzések megdagasztották a folyamot. A szennyes sárga víz földúzzattan hömpölygött a partok között. Csónakos hajós nem látszott sem erre. Itt nőttem föl ezen a tájon. és Ismerek minden fát, minden bokrot. Tanító az édesapám Esztergomban. Diák fiúkoromban a pajtásaimmal néha Bécsig is elkalandoztunk. Ha találtunk egy-egy gazdátlan csónakot, amit a szél vagy a vihar leszakított való láncáról, bizony elfogtuk, aztán beültünk és evesztünk, mintha a világ végéig meg se akarnánk állani. Nem volna rossz most se egy gazdátlan csónakot találni. Vízen könnye volna az utazás, mondta Pali. Alig, hogy kimondta, mintha a mesebeli tündérek játszanának velük, a folyam árja egy csónakot ringatott a part felé. A diák sem volt rest. Eldobta az esernyőt. Nem félt most az esőtől. Leszaladt a meredek parton, és egy útközben talált hosszú létszel a csónak után kezdett nyúlkálni. A csónak lassan közeledett a parthoz. Barabás egyszerre nagyot kiáltott. Megfogta a csónaknak az orrát. Ho-ho, megvagy, kiáltotta. Nolám még evező is van benne, mintha egyenesen a mi kedvünkért szakadt volna le valahol ez a csónak a láncáról. Nem sokáig gondolkoztak, gyorsan beleültek. Barabás elkezdett evezni. Most már legfeljebb az a veszedelem fenyeget, mondta, hogy a partról észrevesznek az ellenség előrsei, aztán addig lövöldöznek ránk, amíg valamelyik eltalál, vagy bennünket, vagy a csónakot. Értünk nem kár, de ha a csónak golyót kap, Kiúkad, és a víz alá A csónakkal mi is alá süllyedünk, szólt vígan Pali. A diák vidámsága ráragadt. Nem félt a haláltól, nem félt a veszedelemtől. A csónak gyorsan siklott lefelé a hullámokon. Az ernyőt kifeszítették a csónak közepén. Így csak a király utazik, kiáltotta Barabás, és erősen húzta az evezőrudat. A következő pillanatban rákiáltott Palira. Kapd le a fejed! A csónakban hasaltak mind a ketten. Dördülés haladszott a parton. A gajó ott sivított el a csónak fölött. A parton egy fehér köpenyeges katona állt, az ellenség előrse. Dühösen fenyegetőzött öklével a csónak felé, de többé már nem lőtt. Hahaha, <tosz> kacagott a diák, megáldott a puskapora, nem tud már lőni. A katona mindaddig fenyegetőzött, amíg a csónak el nem tűnt előle. A sűrű eső elfötte a csónakot. Barátaink túl voltak az ellenség vonalán. Nem kellett többi az ellenségtől félni. A diák rágyújtott egy nótára, fújta, telítődőből. Esik, eső karikára, kosút lajos kalapjára, valahány csepp esik rája, annyi áldás szájon rája, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Ott van az a város, ahol ezt a nótát kitalálták, mondta és előre mutatott. Az esőfátyolon át tornyok és kupolák látszottak a parton. Esztergom városa az ott. Ott énekelték ezt a nótát akkor, midőn Kossuth Lajos a gőzhajóval a városba érkezett, hogy fegyvere szólítsa a lakosságot. Esett az eső. Valaki elkezdte a dalt. Az emberek vele énekelték. El is ment Esztergomból minden épkézláb ember a hazavédelmére. Kossuth Lajos, nem kell neki, gyertya világ, megint. Az öreg barabás két fia. Pali és a diák Esztergon felé közeledtek a csónakjukkal. Ha már ilyen közel vagyok az otthonomhoz, legalább hazamegyek egy kicsit. Megnézem, mit csinál az édesapám. Szólt Barna, és a csónakot a part felé kormányozta. Igen ám, de nekem sietős utam van. Aggodalmaskodott Csóhaj pali. Hát akkor csak csónakáz egyedül tovább, én bizony megnézem az édesapámat. Hát, ha gyalog mentél volna, öcsém, akkor is olyan nagyon sietnél. Pali belátta, hogy a diáknak igaza van. Meg aztán neki is jól esett egy kis pihenés. A reggel óta szakadó esőben bőrigázott. Bizony nem lesz kár megszárítani valahol a ruháját. Kikötöttek a parton. A csónakot jól megerősítették, nehogy elvigye a Duna árja. Nem mindenütt lehet gazdátlan csónakot találni. Gyalog indultak el a város felé. Pali legelőször is a sok tornyot vette észre, már messziről látta a tornyokat a magasba emelkedni. Be templom van itt, mondta. Van bizony, felelt a diák. Itt lakik a prímás, az országnak az első főpapja. Nagy ünnepeken, mikor meghúzzák az összes harangokat, még komáromban is hallani az Esztergomi harangszót. De csak úgy, ha csöndes idő van. Hát az miféle vár ott a hegyen? Az az Esztergomi vár felelt a diák. Az édesapám majd mesél neked arról a várról. Én bizony csak annyit tudok róla, hogy gyermekkoromban sokat bujkáltunk a sötét folyosóin. Mikor közelértek a városhoz, észrevette Pali, hogy az félig szigeten épült. A szigetet híd kötötte össze a város többi részével. A sziget a prímásé. Ott ő lakik, meg a papjai, mondta a diák. Gírbe gurva utcákon mentek keresztül. Pali csak azokat az utcákat jegyezte meg, amelyekben templom volt. Sok utcában volt templom. Egyszer megállottak egy kis alacsony ház előtt. A házon repedezett fekete táblát paskolt az eső. A táblára ez volt írva: Iskola! Itt lakik az apám! Ő a tanító, mondta a diák. A házból egy magas, görnyed hátú, botra támaszkodó öregember jött ki. Az egyik karjával egy halványarcú, fiatalember karjába kapaszkodott. A fiatalember olyan idős lehetett, mint a diák. Az apám és a bátyám szólt a diák, és az öregember felé futott. Az kiterjesztette reszkető karját, és keblére ölelte a fiát. Csak hogy még látlak, édes, kedves fiam, rebegte az öregember. Nem sokára meghalok már, nagyon öreg vagyok. Tudom, a bátyád alig várja már, hogy elmehessen ő is honvédnek. A halovány arcú fiatalember búsan lehajtotta a fejét. Csak éj, édesapám, sokáig, morogta. Jó nekem itthon. Az öcsém elvégzi az én kötelességemet helyettem is. Pali meghatottan nézte a két fiút. Vajon melyik a nagyobb hős köztük? Az-e, amelyik száz csatában nézett farkas szemet a halállal, vagy pedig az, aki itthon maradt a törődött öreg apja mellett, amikor mindenki elment? és ápolja, gondozza az aggastyánt, nem félve attól, hogy némelyek talán gyávának fogják tartani. Üres az iskola, folytatta az öreg ember. A gyermekei mind elmentek honvédnek. A legkisebb vitte a dobot, és dobolt nekik. A város határáig én is elmentem velük. Tovább már nem tudtam menni. A lábam megtagadta a szolgálatot. Bementek a házba. Palit bemutatta a diák az édesapjának. Az öreg tanító fürkészve nézett a fiúra. – Te is honvéd vagy? – kérdezte. – Igen. – Dobos a harmadik gyalog felelte Pali. A haloványarcú barabás sóhajtva fordította el a fejét. Mindenki honvéd, csak ő nem az. A diák elbeszélte a kalandjait. – a bátyja lángoló szemmel hallgatta a csaták és ütközetek leírását. Kipirult az arca és ökölbe szorult a keze. Mintha ő is hallotta volna az ágyuk dörgését, a puskaropogást. Ó, bár ott lehetnék, kiáltott fel egyszerre. Eltakarta az arcát és kiment a szobából. Az öreg tanító búsan nézett utána. Pali pihenés után szeretett volna mindjárt menni, de az öreg tanító visszatartotta. Ne menj egyedül, öcsém! Nem nagyon barátságos erre felé az út. Mindenfelé kóborló ellenséges csapatok portyáznak a környékben. Ha elfognak bizony, nem nézik gyermek A más világra küldenek. Este lefekvés előtt Pali megtapogatta a keblére rejtett levelet. Megvolt a levél. Holnap után már Pesten lehetünk, mondta a diák. Bár már ott lennénk, felelte Pali, és elaludt. Dunai emlékek Még alig picmallott már talpon volt a két fiú. Az öreg tanító még aludt, de az idősebb barabás fiú már ébren volt. Elkísérte a fiúkat a Dunapartra, ahová csónakot rejtették a füzes bokrai közé. Ott elbúzsúzott tőlük. A két testvér megölelte egymást. Lehet, hogy többé sohasem látlak, mondta az öregebb barabás az öccsének. De ha úgy rendelné az Úristen, hogy egyedül maradok az édesapám nélkül, elmegyek és felkereslek. A hazának minden gyermekére szüksége van. Felelt a diák, és megcsókolta a bátyját. Beszálltak a csónakba. Az idősebb barabás a csónakba tette a tarisznya elemóziát, amit a fiúknak elkészített. Elindították a csónakot. Sokáig integettek a part felé, ahonnan az idősebb barabás a kalapját lengette. Mire kibontakozott a hegyek fölött a rózsás hajnal, már messzire jártak Esztergomtól. A tornyok eltűntek a hegyek mögött. A Duna Esztergom alatt hegyszorosba folyik. Kék hegyek húzódnak a partokon. Ez a nevezetes Esztergomi szoros. A hegyek oldalán falvak látszottak. A falvak körül halászok jártak barna csónakjukkal, és hálójukat kivetették. Amoda van párkány, mondta a diák. Vagbottyán a kurucok csillaga táborozott valamikor ezen a tájon. Ki volt az a vagbottyán? kérdezte Pali. A diák betette az evezőt, amelyen reggel óta húzott. Ugyancsak belefáradt. Én azt tudom csak róla, amit az édesapámtól tanultam éppen olyan nevezetes vezére volt a kurucoknak, mint ocskai generális. Csak hogy vakbottyán vezér sohasem lett áruló. Vak volt az egyik szemére, azért hívták vakbottyánnak. Hanem az épp szemével látott úgy, mint más ember mind a kettővel. Rákóczi fejedelem a Dunának erre a részére rendelte vakbottyánt, mert erre járt legtöbbet a labanc. Bécs felől erre jött be Magyarországba. Jött szépen addig, amíg vakbottyánnal találkozott. Bottyán generális aztán visszakergette a labancot, oda, ahonnan jött. A kuruc lovasok néha Bécs városának a kapujáig is elszáguldottak. Vakbottyán az ő félszemével úgy vigyázott az egész Duna mellékére, hogy oda ellenség nem igen tehette a lábát az ő tudta nélkül. Szerette is Rákóci fejedelem az ő vezérét. Hová lettek a vitészkurucok? kérdezte Pali. Letűnt a szabadság csillaga. Elhagyta a szerencse a rákóci zászlóit. Elárulták, elhagyták a fejedelmet. Elbújdostak a kurucok. Nem zengett többé a tárogató lelkesítő szava, amelyre harcba indult a magyarság. A győzelmes ellenség tűzre dobatta a tárogatókat, amelyeket megtalált, mert azt hitték, hogy a tárogatónak messze hangzó mélabús hangjában van a kurucok vitézsége. Rákóczi fejedelem messze Törökországba bujdosott kevés hívével. Ott halt meg idegenben az utolsó nemzeti fejedelem. De most újra fölragyogott a szabadság csillaga, kiáltotta lelkesen a diák. Dunától a Tiszáig, a Kárpátoktól az Adriai tengerig lengenek a háromszínű zászlók, a honvédek lobogói. A diák újra az evezőhöz nyúlt. Most már ismerjük egymást eléggé, Pali, mondta. Nem kérdeztem eddig tőled, te nem mondtad magadtól. Mi áradban vagy? Pali a diák arcába pillantott. Nem olvashatott ki abból mást, mint nyílt, őszinte barátságot. Megmondom, de ígérd meg, hogy senkinek a világon el nem árulod. Ígérem, felelt a diák, és kezet fogott Palival. Tehát tudd meg, hogy rám egy fontos levelet bíztak, amelyet Pestre kell vinnem. Ki bízta rád ezt a levelet? Klapka tábornok, a komáromi várparancsnok. És kinek szól a levél? Kossuth Lajosnak. Csík! kiáltott a diák. Nem is tudtam, hogy ilyen fontos személlyel utazom együtt. Jól megőrizted a titkodat, Pali? Ígérem, hogy én is megőrzöm. Nagyon örülök, hogy veled találkoztam, szólt Pali. Nélküled bizonyára már régen megöltek volna útközben. Gyalogosan mentem volna, és a kémek, akik már komáromban sarkamban voltak, megtaláltak volna. Egy bizztrai nevű kém már akkor tudta, hogy levelet viszek komáromból, amikor még magam sem tudtam. Attól félek, hogy biztrai nem tévesztett el szem elől, és folyton a sarkamban van. Ne félj, Pali, bíztatta a diák. Ketten majd csak elbánunk biztrai urammal, ha utunkba jön. Amíg beszélt, a diák szorgalmasan evezett. A Duna árja is sebesen vitte a csónakot lefelé. Olyan gyorsan haladtak, mintha néjlovas hintó vitte volna őket az országúton. A nap az ég közepén járt. Egyszerre azon vették magukat észre, hogy éhesek, mint a farkasok. A diák a partra kormányozta a csónakot. Elrejtőztek a füzesben, és a tarisznyából jó ízen falatoztak. A diáknak könyszökött a szemébe. Szegény jó bátyám, mondta. Ha nem szeretné úgy az édesapánkat. Velünk jött volna, csak inteni kellett volna neki. Bizony, nehéz is otthon maradni ilyen időben, mikor a haza hívja a fiait, felelt Pali. A hegyek mögött eltűnt a nap, és a nagy hegyek, amelyek a Dunapartjain emelkednek, sötét árnyékot vetettek a folyamra. Alkonyodik, mondta Pali. Jó volna éjeli szállás után nézni. Vajon messze vagyunk Pestől? Holnap estére ott leszünk. Látod ott a távolban a hegyek közé kanyarodik a Duna. A kanyarodon túl már nem messzire vagyunk Pestől. Bizztrai, a kém. Sóhaj Pali és a diák kikötöttek a parton, a csónakot elrejtették, és bementek az erdőbe, hogy alkalmas éjjeli szállást legyenek. Az est hűvös volt, és a fiúknak ugyancsak vacogott a foguk. Tüzet kellene rakni, mondta a diák. Nyomban elindultak száraz keresésére. Az erdő nedves volt az utóbbi napok esőzésétől. Sokáig keresgéltek, amíg nagy csomó szárazfát összegyűjtöttek. A fát halomra rakták, és kerestek alkalmas erdei tisztást a tűzrakáshoz. Csak hamar vígan lobogott a tűz, és a fiúk melengedték átfázott testüket a jókedvűen pattogó lángok mellett. A tarisznyában találtak egy nagy darab szalonnát. Megosztoztak rajta, és hosszú nyárra tűzve a szalonnadarabokat pirítani kezdték a tűzön. Hely, nincs jobb eledel a pirított szalonnánál, ha más nincsen. Olyan jó ízűen még nem is igenettek szalonnát, mint a két fiú ott az erdőben. Megettek hozzá egy egész kenyeret, és friss forrás vizet ittak rá. A királyok se lakomáznak különbül, mondta nyelvét csettingetve a diák. Élezgették a tüzet, hogy el ne aludjon. Volt most már elég száraz fájuk, a tűz megszárította a nedves farakást, pitteget pattogott a tűz. A lángok röpködtek szét a sötétségben. A két fiú elgondolkozva bámult a tűzbe. – Mire gondolsz? – kérdezte egyszerre Palkót a diák. Pali fölsóhajtott. – Az édesapámra gondolok, aki megsebesülve fekszik a komáromi várkorházában. Vajon életben találom-e még, mire visszakerülök? Vagy visszakerülök-e egyáltalán valaha? – a diák vigasztalta. Ugyan, Balkó, nem szabad mindjárt a legrosszabbra gondolni. Bízzál a jó Istenben, ő nem hagyja el a benne bízókat. Látod, én oda megyek most, ahol a halált Oda, ahol a légió harcol. Ott bizony senki sem tudja, hogy látja-e fölkelni a holnapi napot. De azért látnád csak, hogy milyen vidám élet folyik a táborban. Nem búsulott senki, ha meg kell halni, szívesen halunk meg, mert a hazáért halunk meg. Palkó megszorította a diák kezét. Igazad van, a hazáért még az életünket is szívesen odaadjuk. Lassan elálmosodtak mind a ketten. A csónakban volt egy rongyos pokróc, annyiuk volt rajta, mint a rostán, de azért jó volt most ez a pokróc, Beleburkolóztak, lefeküdtek egymás mellé a tűz közelében. Mindjárt elaludtak mind a ketten. Pál még az első álmát aludta, amikor valami hideget érzett a mellén, fölébredt, fölnyitotta a szemét. Azt látta, hogy egy ember gugol fölötte, és a mellén kotorás. Pali rögtön megismerte az embert. Ugyanaz volt, aki a komáromi várpiacán megszólította. Bisztrai a kém. Pali egy szökéssel felugrott. Talpra, diák! ordította. Talpra, itt a kém! A diáknak se kellett több. Fölugrott, mintha puskával lőtték volna ki. Hol van? kiáltotta. Hol volt már akkor biztrai? Futott, mint a nyúl a fák között. Pali a melléhez kapott. A levél nem volt ott. Elvitte a levelet a gonosz, kiáltotta, és biztrai után iramodott. A diák nagy szökéssel nyargalt biztrai nyomában. Add meg magad, harsogta, mert lelőlek. Lehet, hogy ettől ijedt meg a kém. Rémülten hátra kapta a fejét, ebben a pillanatban megbotlott egy kiálló fatörzsben, és a földre bukott. A két fiú a következő percben elérte. Pali csak a levelet kereste. Az ott volt biztrai összeszorított kezében. Elvette a levelet, aztán így szólt a diákhoz. Most már futhat tovább a gonosz. Nem addig van az, kiáltotta a diák. Mi felénk az ilyen urakkal másképpen szoktak elbánni. A mellére lépett a kémnek. Imádkozzál! Ütött az utolsó órád! Bisztrai könyörögve mondta. Kegyelem! Nincs kegyelem! felelt a diák. Kegyelem! ismételte a kém. Szegény családapa vagyok, kenyérkereső nélkül maradnak a gyermekeim. Átkozott a kenyér, amit te keresel. Soha sem teszem többet, fölhagyok vele. Esküdj meg rá, mondta a diák. Esküszöm, szólt Bisztrai, és felemelte a kezét. Most pedig lódulj, folytatta a diák. Meg ne többet, mert meghalsz. A kém remegve emelkedett föl. Elsietett a sötétben. Soha sem látta többé senki. Kivándorolt az országból, megtartotta az esküjét. A két fiú sokáig beszélgetett az éjjeli kalandról. Csodálom, hogy ilyen nyomorult emberek is vannak a világon. Fakadt ki a diák. A kémkedés tartom a legcsúnyább mesterségnek a földön világosodni kezdtek a fák levelei. A hegyek fölött világos sáv jelentette, hogy virrad. Hűvös szél lendült keresztül az erdőn. Induljunk, Pali, hogy estére Pesten lehessünk. Így szólt a diák és talpra ugrott. Összeszedték cókmókjukat és megkeresték a csónakot a füzesben. Sötétben csónakáztak. Az utat nem tévesztették el. A Dunasodra vitte a csónakot, az evezők segítették. Mire megvirrat már nem is látták többi az erdős hegyet, amelynek oldalán az éjszakát töltötték. Erdős hegyhátak emelkedtek jobbra-balra. A legmagasabb hegyormon romba dőlt várkastély látszott. Visegrád alatt vagyunk, szólt a diák. Ott látszik a híres visegrádi kastélynak a romja. Az anzsú királyok építették a Visegrádi várat. Róbert Károly, Nagy Lajos király laktak benne. Nagy volt akkor Magyarország. Három tenger határolta az országot. Nagy volt a magyar dicsőség. A Visegrádi királyi lakban világra szóló pompával fényel élt a magyar király. Idegen fejedelmeket királyokat látott vendégül asztalánál, és a gazdag főúrak, pompás lovagok mindig a király környezetében voltak. A királyi udvar mesés fénye messze ragyogott. Az anzsúházból származó királyok pompáját csak hollós mátyás múlt a fölül. Ő is szeretett itt vadázgatni a zöld hegyek között, a nagy ős erdőkben. A csónak elhaladt a torony alatt. A régi torony komoran bámult bele a Dunába. Palkó van észte a falait. Az erdős zöld hegyek mosolyogva integettek a szemhatárról, Királyok jártak erre, szólt a diák. Királyok lába érintett itt minden rögöt, Még a vén Duna is megszépül visegrád alatt. Királylányok nézték arcukat hajdanában tükrében. Hanem most már jó lesz, ha nem töltjük hiába az időt. Este felé Pesten kell lenni. Ott te átadod a rád bízott levelet, én pedig megtudom, hogy merre jár a légióm. Ott aztán elválunk egymástól. Késő délutánig nem is szólt többet a diák. Erősen húzta az evezőt, Pali is hallgatott. Elszomorította az elvállásnak a közelsége. Nagyon megszerette a diákot. Az ostromolt Pest Késő délután egy sziget mellett haladtak el. A Szentendrei sziget volt az. A diák nem volt beszédes kedvében, immelámmal beszélt. Olyan sziget, mint a többi. Semmi nevezetes nincs rajta. Bár csak már Pesten lennénk. Az alkonyatban megjelentek a szemhatáron Budavár magas bástyái. A láncíd nagy fekete árnyéka feküdt a Dunán. Pest sötét volt, mint az éjszaka. Egyetlen lámpa se éget benne. Sötét volt Budavár is. Az ellenség tartja elfoglalva a várat, azért ilyen kihalt a város, mondta a diák, midőn partra szálltak. Pest abban az időben még nem volt az a gyönyörű nagyváros, amilyen napjainkban. Csak a Dunasoron voltak palotái. A város legnagyobb része alacsony, fölszintes házakból állott. A fiúk lépése visszhangosan kopogott a néptelen utcákon. Nekem a stáció utcába kell vinnem a levelet, mondta Pali. De hát merre van a stáció utca? Soha sem voltam én Pesten. Egyszerre észrevettek egy öreg embert ki, bő köpenyegében sietve haladt a házakhoz lapulva. A diák utána sietett és megfogta hátulról a köpenyegét. Maga az Istók bácsi, kiáltotta. Éppen magát keresem. Az öreg ember majd csóbálványjá változott ilyettében. Te vagy az barabás öcsém, mormogta kapkodva a szavakat. Én vagyok, én Istók bácsi. Hol van a légió, azt akarom magától megtudni. A maga gyuri fia a légióban szolgál. Istók bácsi csak ekkor tért magához meglepetéséből. Kitárta két karját, és keblére szorította a diákot. Soha sem hittem volna, hogy... Barabást szegényt elfogta az ellenség. Igaz, de elszöktem. No, azt ugyan jól tetted, öcsém. A légió pedig most a felvidéken van, kassa körül. Köszönöm, Istók bácsi. Isten veled, Palkó kiáltotta a diák, és már indult volna, ha Istók bácsi vissza nem tartja. Nem úgy van az, mondta az öreg. Nem minden nap látok én légionáriust. Estére nálam lesztek, holnap aztán Isten nevében útra kelsz. Most már a stáció utcát is hamarosan megtalálták. Palkó bekopogott a megjelölt házba. A ház udvarán egy barna bajuszú fiatalember lovat sétáltatott. Levelet hoztál komáromból? Kérdezte, amikor Palkót meglátta. Igen. Add ide gyorsan. Soká jártál, öcsém. A lovas átvette a levelet, fölpattant a paripára. Én Kozalicki vagyok, a kormányzó futárja. Már reggel óta vártalak, öcsém. A kormányzó úr tisztelteti a tábornokurat. Így szólt, és kivágtatott a kapun. A paripa patkója tüzes szikrákat szólt a kövezeten. Pali megkönnyebbülve nézett utána, csak hogy átadta már azt a fontos levelet. Estére az öreg Istók bácsinál vacsoráztak. Az öreg gyönyörködve nézte a két fiút. Ő maga egy falatot sem tudott enni, csak a fiúkat nézte. Palinak azt mondta. Van nekem itt egy fuvaros jó barátom. Az korán reggel indul komárom felé, majd az elvisz magával. Pali köszönte szépen. A diáknak annyi üzenetet adott át a fia számára, hogyha a diák azt mind a fejébe tartotta volna, egyébre nem is gondolhatott volna. Megsiratja barabást. Hajnalban a diák elbúcsúzott palkótól. Isten veled, Isten veled! Nem tudott egyebet mondani, a könnyei elfojtották a szavát. Palkó se tudott semmit sem mondani, pedig annyi minden nyomta a szívét. Az öreg Istók bácsi a diák után kiáltotta. Aztán, ha erre jársz, öcsém, el ne kerülj! Ha élek! Felelt a diák, és sebesen elment. Palkót elvezette Istók bácsi a fuvaroshoz. Az már javában készülődött az útra. A fuvaros elvállalta Palit, de összeölelgette arra, mikor Istók bácsi elmondta, hogy a fiú milyen fontos dologban járt Pesten? A fúvaros a lovak közé csapott. A csengős lovak gyorsan vágtattak végig a Pesti országúton. Két napig ment a szekér. Nem volt akkor olyan könnyű az utazás, mint manapság. Ellenség járt az országúton. Harmadnapra reggelre begördült a szekér komárom várába. Pali a kapuban észrevett egy fiatal katonát, akinek nagyon ismerős volt az arca. Nézi, nézi egy darabig, aztán megismeri. Barabás! Csak ugyanaz idősebb barabás fiú volt. Oda szaladt Palihoz, és könnyes szemmel mondta el, hogy az édesapját tegnap előtt eltemette. Meghalt a jó öreg tanító, ő pedig rögtön felcsapott katonának. Palinak az első útja a tábornokhoz vezetett. A tábornok nagyon megdicsérte Palkót, amikor elmondta neki utazását. Gazdagon megajándékozta, és így szólt hozzá. Nekem is van kedves hírem számodra. Az édesapád gyógyuló félben van. Ennek örült meg csak igazán, Palkó. Futott a kórházba, ott az édesapja kezét megcsókolta. Hallottam, fiam, hogy derekasan viselted magad, mondta az öreg zászló tartó. Ez volt Palkónak a legnagyobb dicséret. Egy hét múlva a vén zászlótartó már botra támaszkodva járkált. Akkoriban egy újságlap került Palkó kezébe. Az újságban elesett honvédek nevei voltak följegyezve. Amint olvasgatta Palkó a névsort, egyszerre megdobbant a szíve. A névsorban ott volt Barabás Barna légionárius elesett a szolnoki csatában. Palkó keservesen megsiratta a vidám diákot. sáncokon. Sóhajpali ott tenget lengett a várban. Nyár volt, meleg napok jártak. Az ellenség fokozott erővel ostromolta a várat, de a vár bevehetetlen volt. A hosszú ostromot már elunták a várban. Egyszer elhatározták, hogy mulatságot rendeznek. Hadd mulassanak egy kicsit a katonák is. Klapka tábornok volt a mulatság főfő -fő rendezője. A piacon ökröket sütöttek és hordóborokat ütöttek csapra. Szólt a muzsika, a honvédek pedig hamarosan táncra perdültek. Az úri nép a bástján mulatott. A széles bástyafalon a daliás honvédtisztek hegyke toborzót jártak, a pirosnadrágos tábori muzsikusok pedig végzenét fújtak hozzá. Hely, meglátta ezt az ellenség. Utcu neki, arra szögezik az ágyukat, és gyilkos tüzelést kezdenek a vár ellen. Röpültek az ágyugolyók, búgtak a bombák a mulatók feje fölött. Azok pedig csak nevették az ellenség erőlködését, és még vígabban ropták a táncot. Mintha meglettek volna babonázva az ellenség ágyúi. Az ágyugolyók elrepültek a bástya fölött, de senkinek még csak a hajaszála sem görbült meg. Utoljára is az ellenség unta meg a hiába való lövöldözést. Megszüntették az ágyúzást, a várfalon pedig késő éjszakáig hangzott a muzsika szó. Hát így mulatott a komáromi helyőrség, míg az ellenség ádászdűvel ostromolta a várat. A vén zászlótartó is felépült már annyira sebéből, hogy elment ő is a mulatságra. Egy darabig nézte a táncoló honvéd fiúkat. Egyszer aztán az öreg zászlótartónak is jókedve kerekedett, félre csapta kopott katonasapkáját és dúdolgatott magában. Ha nem lett volna mankós a kezében, bizony táncra perdült volna ő is. Este felé még vígabb lett a mulatság. Mindjárt jönnek a tüzes rakéták, kiabálták a várvédők. Azok majd megvilágítják a sötétséget. A honvédek már megszokták, hogy éjjelenként az ellenség ágyutelepéről tüzes rakétákat bocsátottak a vár fölé. A röppentyűk világosságánál lőtt aztán az ellenség a várfalakat. Ezen az estén azonban hiába várták a világító röppentyűket. Jött helyettük más. Ahogy leszállt a sötétség, egyszerre riadót kezdtek verni a várban. Rémesen peregtek a dobok, a trombiták pedig élesen harsogtak. Az ellenség fölhasználva a kínálkozó alkalmat, megrohanta a sáncokat. Hely vége lett a riadóra minden mulatságnak. A honvédek abba hagyták a táncot. Futottak mind a kaszárnyák felé. Még a tábori muzsikusok is letették a szerszámjaikat, és igyekeztek fölcserélni a sípot a karddal. Fölnyíltak a laktanyák kapui, és fákják lobogó fényénél sorakoztak a honvédek. Sóhajpál se sokáig vesztegette az időt. Megyek, apám, fegyvert kell fogni, hí a riadó. A vén zászlótartó megszorította a fia kezét. Eregy, Pali, aztán, ha az ellenség előtt vagy, gondolj rám, vágt helyettem is az ellenséget. Pali elszaladt a kaszárnya felé, az öreg pedig csendesen bicegett utána mankós botjával. A riadó hangjára megrémült a lakosság. Emberek, asszonyok futkostak az utcán, a gyerekek sírva futottak, anyjuk szoknyájába kapaszkodva. Egy hatalmas lovas nyargalt a piacra. Emberek, kiáltott a harsány hangon. Klapka tábornok parancsából jelentem nektek, hogy nincsen semmi baj. Honvédeink majd elbánnak az ellenséggel. Menjen mindenki nyugodtan haza. A kaszárnyában ez alatt sorakoztak a honvédek egyik zászlóhaj a másik után indult el. Rohamlépésben mentek, a tisztek kivont karddal haladtak századaik élén. Dübörgött a föld a honvédek lépése alatt. A szuronyok villogtak a sötétben, a várkaput kinyitották, és a gyalogság kivonult a várból. Sóhajpál mindjárt a legelső zászlóhajban volt, amely elhagyta a várat. Az éjszakai idő hirtelen zivatarosra változott. A nagy meleg után sötét, lomha felhők gyülekeztek az égre. A szemhatáron tüzes fénycikázott, és dördülés hallatszott. Nem lehetett tudni, az ellenség ágyúi tüzelneke, vagy pedig az égi háború villámai látszanak, mennydörgései hangzanak. Az zászlóaj alig tett néhány száz lépést a váron kívül, megbizonyosodtak felőle, hogy az ellenség ágyúi szólnak. Heves puskaropogás hallatszott a távolból. A maroknyi csapat, amely a sáncokat őrizte, elkeseredetten védte magát, amíg segítség érkezik a várból. A segítség nem is késett. A zászlóaj futva haladt előre. A sötétségben mögöttük ugyancsak lépések rohanása hallatszott. Ott jön a többi zászlóaj. Simonyi Sámuelnek hívták a zászlóaj kapitányát. Fiúk, kiáltotta a honvédek felé, mikor a sáncok közelébe értek. Inkább itt halunk meg valamennyien, de az ellenséget be nem engedjük. Előre! Alig mondta ki ezeket a szavakat, hirtelen megtántorodott, megfordult, és arcra bukott. Golyó találta. Sóhajpálnak nagyot dobbant a szíve. Két honvéd felemelte a parancsnokot, és elvitte az útról. A hadnagy lépett a kapitány helyébe. Előre, fiúk! Ha meghal is valaki, az egyenesen a mennyországba jut, mert a hazáért halt meg. A zászlóaj tovább vonult. Elérték a sáncokat. Az ott lévő honvédek harsogó éjjel kiáltásokkal fogadták a segítséget. He, itt már kemény puska tűzbe jutottak. A tüzes rakéták röpködtek a magasban, és tűzesőt ontottak a földre. A tűzeső fényénél, mikor sóhajpál a szomszédjára nézett, annak olyan fehér volt az arca, mint a halotté. – Bajod van, bajtárs? – kérdezte. – Nem, még eddig semmi bajom – felelt a honvéd bizonyos tápió miska. – Csak úgy elszomorult a szívem. Sóhajpál vidáman kiáltott föl. – A bátor katonát kerüli a halál, ne félj, miska, amíg engem látsz. A sáncok mentén sorakoztak a honvédek. Végig heveredtek a sáncon, és készen tartották a fegyverüket. A sötétségben nem láttak tíz lépést Csak a puska dörgést hallották, meg a golyókat hallották fütyülni a fejük fölött. A puska golyók csak kis legyek, mondta sóhajpál. De mindjárt jönnek a nagy dongók. Ne félj, Miska! Csak ugyan jöttek is a dongók, az ágyugolyó. Zúgva csapkodtak le a sáncukba, lyukat ástak a földbe, ott, ahol leestek, ott forogtak egy darabig, aztán nagyot pukkanva szétrobbantak. – Te, Miska! – szólt Pali. – Mikor én Pesten jártam, ott hallottam egy mesét. Az ellenség bombázta a várost. Úgy ropogott a sok bomba a háztetőkön, mint a jégeső. De akadtak bátor emberek, akik nem iedtek meg a bombáktól. Ha valami térre vagy utcára esett a bomba, hamar nedves bivajbőrt terítettek rá, mielőtt szétrobbanhatott volna. Négyen öten szorították le a bivajbőrt a földre. Ha szétrobbant is a bomba, nem tett kár senkiben, mert a bivajbőrt nem tudta keresztül szakítani. Meglátta ezt egy becsületes csizmadia. No, mondta magában, én is így csinálok. Ahogy hazament, Éppen akkor esett az udvarába egy nagy bomba. Jukatásott a földbe, amint leesett. Ott süstörgött, forgott. A csizmadjának nem volt bivajbőre, lekapta hát hamar a válláról a százgalléros köpenyegét, aztán utcú, ráborította a bombára. Bezzeg megjárt a szegény. Darabokra szakította a százgallért a bomba. Megölte őt is. Ennyi. Mi bajod van Miska? Tápió Miska nem hallgatta már a sóhajpali elbeszélését. Kiejtette kezéből a fegyvert. Kiterjesztette a két karját. Megsebesültem, Pali, mormogta. A sötétben eltalálta valami bolond Puska Golyó. Sóhajpál féltédre ereszkedett, Fölemeltem Miska fejét. Sápadt, halára vált az arca. Ejnye, Miska, ne bolondozz! Katona dolog, rebegte Miska. A hazáért halok meg. Egész hadsereg vár már rám a túlvilágon. Tudom, örülni fognak a bajtársak, ha berukkolok a túlvilági zászlóhajba. A kapitány már úgy is előre ment. Talán nincs olyan nagy baj, Miska bajtárs, vigasztalta a sóhajpál. A haldokló honvéd fölnyitotta megtört szemét. Itt van egy gyűrű a bal kezemen, az édesanyám gyűrűje. Vidd el neki, bajtárs! Balas a gyarmaton lakik. Özvegy Tápióné a neve. Mondd meg neki, hogy bátran haltam meg. Ő gondoltam, meg a hazára. Nagy erőfeszítéssel fölemelte a balkarját, és megcsókolta a kezén a gyűrűt. Húz le, Pali, az ujjamról! Sóhaj Pál könnyező szemmel engedelmeskedett. Miska vét fölemelte a fejét, és a sötétség felé fordult, amerre az ellenség volt. Harsány hangon kiáltotta bele az éjszakába. Azért mégis éljen a haza! Véres hab ömlött ki a száján, lehajtotta a fejét és meghalt. Ebben a percben éles trombita szó hangzott a sötétben. Az ellenség rohamra indult a sáncok ellen. Palinak nem volt ideje a halottal foglalkozni. Kabátjába rejtette a gyűrűt. Ki tudja, gondolta bánatosan. Vajon teljesíthetem-e Miska megbízását? Nem vonulok ebbe én is a túlvilági hadseregbe. Ropogó puskatűz hangzott. Parancsszavak röpködtek a levegőben. Egyszerre megmozdult a sötétség. Fehér köpenyeges sorkatonaság jött a rohamra. Villogtak a kardok. A sáncokról ebben a pillanatban puska dörgés hangzott. A honvédek fogadták ezzel az üdvözlettel az ellenséget. A puskatűzre megbomlott az ellenség sorfala, de nem hátrált. Elszánt katonák voltak azok is. Tovább rohantak a sáncok felé, és mielőtt a honvédeknek idejük lett volna újra tölteni a fegyverüket, az ellenség kapaszkodott fölfelé a sáncokon. Hát bizony, most már nem volt mit tenni egyebet, mint fogadni az ellenséget. Erre a fogadásra legjobb volt a szurony. Szuronyt szegeztek a honvédek. Véres harc kezdődött a sáncokon. Az elszánt ellenség neki ment a honvédek szuronyainak, de a honvédek sem hagyták ám magukat. Úgy védték a sáncot, mint az oroszlánok. Dobogott a föld, a levegő reszketett a harci lármától. Nem szóltak már a puskák. Férfi küzdött férfi ellen. Eltört a karda szörnyű tusában. Elgörbült a szurony, megfordították a puskát, és a vastagabb végével hadakoztak. Akit a nehéz puska agy megütött, annak elég volt már a háborúból arra a napra. Sóhajpál serestelkedett. Mikor kilőtte a puskáját, elgörbült a szuronya, két kézre kapta a fegyvert. No – Na most gyere, ellenség! – úgy járt a kezében a fegyver, mint a cséphadaró. Hárman is jöttek ellene. – No, sóhajpál, most mutasd meg, hogy mit tudsz! – hát meg is mutatta. Nem hátrált volna egy tapottat sem. Megfeszítette a lábát. Inkább itt hal meg, de nem mozdul. Egyszerre aztán iszonyú ütést érez a fején. Valamelyik ellenség a hátamögé került, és a kardjával fejbe ütötte. Sóhajpál megtántorodott, és odarogyott a halott miska mellé. Elveszítette az eszméletét. Arra tért magához, hogy csuronvíz a teste, mint az ürgé. A zivatar tombolt körülötte. Villámok hasították keresztül az éjszakát. Az égi háború véget vetett a földi háborúnak. Csend volt a csatamezőn, csak az ég dörgött, és a szél fütyült. Pálnak iszonyúan fájt a feje, de az első gondolata az volt, vajon győzötte a magyar. Lassan föltápászkodott a földről, körülnézett. Messze a sáncárokban lobogó tábori tüzet pillantott meg. Tántorogva, meg megcsúszva a nedves talajon, elindult a tábor tűz felé. Közelebb, mindig közelebb ért a tűzhöz. Dobogott a szíve. Vajon honvédek ülnek -e a tábor tűz körül, vagy pedig a győzelmes ellenség? Mikor a tűz közelébe ért, meg meghátrált fehér köpenyeges ellenséges katonák ülték körül a tüzet. Meghátrált, de már késő volt, észrevették. Oh, – Ohó, gyere csak te akasztófára való honvéd! – kiáltotta az egyik katona. Fölugrott és megragadta pált, hogy pedig el nem menekülhessen, hamarosan összekötözte. Sóhaj pál a földre bukott. Elvesztette másodszor is az eszméletét. A fogságban. Világos reggel volt, mikor Pál fölocsudott kábultságából. A feje még mindig nagyon fájt. Szalmán feküdt, és a keze össze volt kötözve. Fölnyitotta a szemét. Egy katonát pillantott meg, aki válra vetett fegyverrel sétálgatott előtte. A katona is észrevette, hogy Pál magához tért. Tört magyarsággal így szólt hozzá. No, csak hogy felébredtél, pajtas. Már azt hittem, hogy csak a más világon ébredsz föl. Olyan mélyen eltaláltál aludni. Hol vagyok? kérdezte Pál. Fogoly vagy! A tábori kórházban vagy! Pál nagy nehezen fölemelte a fejét. Egy nagy sátorban volt. A földön szalma és a szalmán sebesült honvédek feküdtek. A fehér köpenyeges őr vigyázva járt közöttük, nehogy rálépjen valamelyikre. Pál a szalmán maga mellett mindjárt egy ismerős honvédet vett észre. Bicepált, a zászló dobosát. Szervusz, pajtás! Hát te is itt vagy? A csupaszarcú kis a lábára mutatott, vagyis az egyik lába helyére. A lábát elvitte valami ágyugójó. Nem volnék itt, ha ez megvolna. Elszökött tőlem a jobb lábam. Hely pedig, hogy szerettem, felelt a kisdobos és bágyattan mosolygott. Én pedig úgy érzem, mintha a fejem vesztettem volna el, mondta sóhaj. Jókora vágás van rajta. Az imént kötözte a tábori orvos, amikor erre járt. Te persze nem tudsz róla semmit. Még azt sem tudom, hogy kerültem ide, szólt Pál. A kisdobos erre tudott felelni. Azt majd megmondom én neked. Csata után összeszedték a sebesülteket, meg a halottakat. Emezeket eltemették. Egy nagy gödörbe hányták a névtelen hősöket. Honvédet ellenséget együtt. Azok még oda lenne a föld alatt is folytatják a tusakodást. Soha fognak megnyugodni egymás társaságában. Hát velünk most már mi lesz? A kisdobos erre is tudott felelni bizonyosan főbelőnek. Az elfogott ellenséget nem szokás kímélni. Én nem is nagyon bánom. Legalább megszabadulok a kínjaimtól. Nagyon fáj a lábamnak a helye. Meg aztán mit is csináljak fél lábbal? Koldulni menjek Az őrtálló katona rájuk kiáltott. Ne beszélgesetek hé, mert nem szabad. Csendesen feküdjön mindenki. Jóképű sárga bajuszú fiú volt a katona. Pali csöndesen megszólította: Hová való vagy? A katona elgondolkozott Minek kérdezed? Úgy sem ismered azt a vidéket de látszott, hogy jól esett neki a kérdés. Mikor visszafelé sétált, megállt Pali mellett Prágából való vagyok ott él a szegény öreg édesanyám. Este reggel imádkozik értem. Azért nem történt még semmi bajom, szeretné-le hazamenni. A katona erre mérges lett. Ne kérdez bolondságokat, hát te nem szeretnél hazamenni? Nem. felelt Pali. Én a csatamezőre szeretnék menni és beverni annak a fejét, aki az én fejemet bántotta. Azt már úgy sem találod meg. Talán. Azért nem szeretnél hazamenni, mert nincs otthonod? Nekem az az otthonom, ahol a csata van, ahol küzdeni kell a szabadságért. Önként jöttem el hazúról, mert hívott a haza. Csak akkor megyek vissza a falumba, amikor a hazának már nem lesz szüksége rám. Az idegen katona csóválta a fejét. Bezzek hazamennék én, csak eresztenének. Látod? Ez a különbség köztünk. Felelt Pali, mi magyarok lelkesedésből, hazaszeretetből harcolunk, ti pedig azért, mert parancsolják. Mi a hazánkat védjük, ti pedig csak engedelmeskedtek, föllebvalóítok parancsának, mikor harcoltok. Az idegen katona összeráncolta a homlokát. Azt hiszem, mormogta, ha magyar volnék, én is úgy tennék, mint ti hanem most elég legyen ám a beszédből, mert megharagszom. Így szólt, és várra vett puskájával tovább sétálgatott a sebesültek között. A kisdobos odasúgta Palinak. Nézd, milyen szomorú lett az őr. Bizonyosan hazagondol az édesanyjára. Nem sokáig figyelhették az őrt állót, fölváltották. Az új őr mogorva szálas legény volt, ez nem állott szóba a foglyokkal. Haragosan járkált közöttük. Este felé újra eljöttek a tábori sebészek, és megvizsgálták a sebesülteket. Mikor Pali fejéről levették a köteléket, azt mondta az egyik orvos. Ho – hisz nem is olyan nagy már a seb. Holnap már lehet a hadi törvényszék elé vinni. Palinak hideg borzongás futott végig a hátán. Hadi törvényszék, tudja, hogy mit jelent ez a szó. Főbe fogják lőni. Érezte, hogy valaki megszorítja a kezét. A kisdobos volt. Menekülj, pajtás! súgta. Menekülj! Pál szomorúan intett. Hová menekülnék? Őriznek itt, meg aztán a fejemet se bírom fölemelni. A kisdobos nagyot sóhajtott. Aztán még egyszer megszorította a pali kezét. Ki tudja, holnap lesz-e erre még ideje? Este felé nagy mozgalom volt a táborban. A távolból puskaropogás, ágyudörgés hallatszott. A magyarok visszaveszik a sáncot az ellenségtől. Kiáltott a pali, és csak nem felugrott az izgatottságtól. Egész éjjel nem tudta lehújni a szemét. Az ágyudörgés megrázta alatta a földet, és csak nem fölkiáltott. Előre, előre! Képzeletében látta a zászlójakat előre rohanni. Hely, ha ő is ott lehetne! Hajnal felé nagy zavartámadt a táborban, a katonák jöttek vissza. Kimerülten, lehorgasztott fejjel botorkáltak a tábor előtt. Kocsikon ajgató sebesülteket hoztak de nem magyar sebesülteket. Győztek a magyarok, újongott Pali, és a kisdobos nyakába borult sírva. Eszébe se jutott most, hogy reggel haditörvényszék elé állítják, és esetleg főbe lövik. Mámorossá tette a győzelem. Látta lobogni a háromszínű zászlót a visszafoglalt csáncokon, és hallotta a honvédek diadalmas kiáltását. Éljen a haza! Boldogan aludt el. Váratlan fordulat. Sóhaj Pált másnap nem állították a haditörvényszék elé sokkal súlyosabb volt a fején lévő seb, sem hogy mozdulni tudott volna. A tábori orvosok beszélgetéséből kivette Pali, hogy az előtt való nap az ellenség nagy veszteséget szenvedett. De más híreket is hallott. Egy torzomborz bajuszú honvéd huszárkáplárt hoztak a kórházba. Golyó furta keresztül a lábát, leesett a lováról, és az ellenség elfogta. A huszárkáplár ugyancsak szidalmazta az ellenséget, amikor a szalmára fektették. Csak a kardom volna meg, majd megmutatnám én a hátvágást az ellenségnek, kiabálta. De bizony a kardját már jó előre elvették. Sóhajpál megkérdezte a káplárt. Huszárbácsi, mi újság komáromban? Rossz újság van, felelt a huszár. Elveszett a magyar szabadság. A magyar hadsereg letette világosnál a fegyvert. Már csak komárom áll, de az áll rendíthetetlenül. A huszár keservesen fölsóhajtott. Letűnt a mi szép csillagunk. Pali elgondolkozott a huszár beszédén. Nem baj az huszár bácsi. A magyar szabadság élni fog addig, amíg Isten lesz az égben, amíg magyar lesz a földön. A vénhuszár erre már nem felelt egyebet, mint elkeseredve fölkiáltott. Szép, szép öcsém, de én már az én vén fejemmel csak jobban szerettem volna, ha legyőzzük az ellenséget, s kiverjük az országból. Pali vigasztalta a vénhuszárt. Áll még komárom vára, sok víz lefolyik addig a Dunán, amíg az ellenség ezt a várat beveheti. A huszár erre búsan szólt. Pedig nem is olyan sok víz folyik le a Dunán. A várban már beszélik, hogy alkudoznak kobárom feladásáról. Mit csinálna itt a magyar egymagában, amikor már az egész ország az ellenségé? Pali ezen nagyon elszomorodott. Azzal vigasztalta magát, engem úgy is főbelőnek, az én sorsom már meg van pecsételve. Napok múltak. A foglyokkal nem törődött senki. Csaták sem voltak. Hallgattak az ágyuk, pihentek a katonák. Vajon mit csinálnak Komáromban? Tűnődött Pali magában, mikor nem hallotta a Komáromi ágyukat dörögni. A többi foglyok is szomorú lemondással heverésztek a szalmán. Vége a magyar szabadságnak. Egyszerre híre jött, hogy föladják a várat, az ellenség bevonul, és a foglyokat szabadon bocsájtják. Pali izgatottan várta a reggelt. Még alig hajnalodott, doppergés verte föl álmukból a katonákat. A foglyok kezéről levették a bilincseket. Palinak fejsebe már egészen begyógyult. A huszár is talpra állott, csak a kisdobos nem tudott megmozdulni. Nem gyógyult meg a lába. A mankón pedig még nem tudott járni. Ragyogó szeptemberi reggel volt. Az ellenséges csapatok komáron felé vonultak. A kapukat fölnyitották, az ellenség bevonult a várba. Palinak első dolga volt az édesapját megkeresni. A vénzászló tartó alig hitt szemének, amikor a fiát meglátta. Hát te élsz! kiáltotta. A nyakába borult és sírva megcsókolta. Azt hittük, hogy elestél a csatában. No, csak hogy itt vagy, kedves fiam! Most már mehetünk haza. Vége van a háborúnak. Hát menjünk haza! Legyőzött bennünket az ellenség. Felelt szomorúan Pali Nem győzött bíz az le! A magyar szabadság él, élni fog örökké! Él a fűben, a virágokban, a levegőben! A magyar nemzet nem felejti el, hogy szabadnak született. A szabadságharc tovább folytatódik de most már nem a csata mezőkön, hanem az eszmékben, a gondolat fegyverével. Egy magas, barna bajuszú honvéd tiszt mondta ezeket a szavakat, aki meghallotta a zászlótartó és fia beszélgetését. Ne búsuljon, bátyám uram, folytatta a vén katona vállára csapva kezével. Mi talán már nem érjük meg, de a fia biztosan megéri, hogy fölvirrad újra a magyarnak. A szabadságot nem lehet a föld alá temetni. A zászlótartó elgondolkozott. Igaz, Bíza, mormogta. Gyerekeink, unokáink folytatják a harcot, amit mi elkezdtünk. A honvéd tiszt kezet szorított a zászlótartóval. Isten áldja meg bátyám, mondta. Palinak is a kezét nyújtotta. Isten veled, öcsém, ne felejtsd el soha, hogy a szabadság katonája vagy. Elbúcsúztak. Elváltak. Elhagyták este felé a várat, és csöndesen ballagtak az országúton. Pali egyszerre megfogta az apja kezét. Megálljunk, apám! Én még nem mehetek haza. Egy haldokló bajtársamnak megígértem, hogy elviszem az édesanyjának az utolsó üzenetét. Veled megyek, fiam felelt az öreg. Most már ne hagyjuk el egymást. Beletelt három nap, míg Komáromból Balasagyarmatra jutottak. Nem mentek ám az egyenes országúton. Úttalan erdőkben hegyek között jártak bujdosva. Az ellenség volt az úr az országban, és nem kegyelmezett senkinek. Egy esős reggelen értek gyarmatra. Nem sokára megtalálták az özvegy tápióné házát. Bekopogtattak hozzá. Öreg asszony volt már az özvegy. Hajád behavazta az idő, arcára barázdákat vont. Mikor a két bujdosó honvédet megpillantotta, szíves szóval kiáltott rájuk. Kerüljenek bejebb, Isten hozta nálam. Itt ugyan el lehetnek akár ítélet napjáig is – Szívesen látom magukat. Nekem is van egy szegény honvéd fiam. Az özvegy leültette a bujdosókat. Kínálta őket mindennel, ami a házban volt. Mikor meghallotta, hogy komáromból jönnek, majdnem összecsókolta őket örömében. Palinak megdobbant a szíve. Istenem, hogy mondja meg ő ennek a jó öregasszonynak, hogy már nincs fia? Ott van ám az én fiam is, Miska. Ismerték tán őt? Palinak remegett a hangja. Jó pajtásom volt. Özvegy tápióni halálsápat lett. Miért mondott fiam, hogy csak volt? Pali nem tudott mindjárt felelni. De minek is felelt volna? az anyai szív már megérezte a valót. Meghalt, kérdezte tétovázva. Pali kivette a gyűrűt a zsebéből. Ezt küldi a csatamezőről. Özvegy tápióné fölsikoltott, és az asztalra borult. Bátran halt meg, folytatta Pali, az volt az utolsó szava, erre egy bajtárs mond meg az édesanyámnak, hogy ő rá meg a hazára. Özvegy tápióné keservesen zokogott. Az öreg zászló tartó is közbedörmögött dörmögött ekkor. Ne búsuljon, asszonyom! A hazáért halt meg a fia. Özvegy tápióné felemelte a fejét. Egyszerre elmúlt az okogása. Oda lépett a zászlótartóhoz, és kezet szorított vele. Igaza van. A hazáért halt meg. Szólt büszkén. Ha még egy fiam volna, azt is odaadnám. A hazának.